hogy a Timivel már nagyon régen játszunk együtt. Több mint 10 éve? 15. 15 éve? Szóval 15 éve az már... Nem, olyan öregek még nem vagyunk. Te. Te? Jó. Mondjuk rajtad legalább nem látszik. De legalább akkor ezek szerint ilyen 15 éve játszunk már együtt a Timivel, és hát nagyon sokféle repertoárt játszunk, és igazából tavaly nyáron alakult ki ez a fajta romantikus dallamok fólára és gitárra, és azóta ezt a műsort egész sok helyen eljátszottuk már, és még hát terve van még ezen túl. Még több helyen, vidéken, külföldön, sőt már van is egy külföldi felkérésünk, és hát ugye a romantik maga a cím is arról szól, hogy romantikus dallamok fólára és gitárra. Szerintem ezt nem nagyon kell ragozni. Majd aki látja a plakátunkat valahol, valamerre, az látogasson el egy koncertünkre. Igazából a középkori zenéből indult ez az egész. Majd ugye átíveltünk, volt a Gitármágia koncertshow, ahol nagyon sokat játszottunk ugye modern zenét és kortárs komoly zenét, majd átmentünk ebbe a tangó stílusba, illetve egy kis jazzbe is. És nagyon jó a Timivel játszani, mert így érezzük egymást. Hát nyilván ugye ennyi év alatt az lenne furcsa, ha ez nem így lenne. Hát egy csodálatos fóla művészről beszélhetünk. Török Pap Tíván vagyok, fóla művész. Fuvola tanárként dolgozom, ezért minden perc, amit muzsikálással töltök, az boldoggá tesz, hogy egy kicsit kitekinthetek a teremből, amikor a gyerekeket tanítom, és egy kicsit magamat mutathatom meg. A történetünk tényleg és az ismerettségünk 15 évre vezethető vissza. Egy étteremben találkoztunk, ahol együtt muzsikáltunk, akkor hirtelen csak bemutatkoztunk egymásnak, és egyből elkezdtünk muzsikálni. 3 évet játszottunk együtt ebben az étteremben, és utána szerencsésen alakult a kapcsolatunk, nem szakadt meg, továbbra is együtt muzsikáltunk, és lehetőséget kaptam arra, hogy évek alatt kialakuljon egy olyan kamarafelállás, ami meghatározta a mindennapjaimat, hiszen heti rendszerességgel próbálunk és készülünk a koncertekre. Szólókarrierben nem gondolkoztam soha, mindig ez volt a fő profilom, hogy a kamaramuzsika, a kamarazenélés. Több formációban próbálkoztam már, de ez bizonyult a legsikeresebbnek. És remélem, hogy még nagyon sok eljátszandó mű van előttünk, nagyon sok stílusban fogunk még játszani együtt, és nem csak Argentinát, Spanyolországot hódítjuk meg zenénkkel, hanem még minél több stílusban fogunk együtt játszani.